két szülőm muzsikus. Hát édesapám zeneszerző is volt, karmester is, és oktató. Édesanyám pedig operaénekesnőnek készült. De hát aztán másképpen alakultak a dolgok, aztán zongorát tanított. Tehát az, hogy 5 éves koromtól zongorázom, az természetes volt. Azon nőttem fel, hogy Bartóknak a gyerekekhez szóló zongoradarabjait játszottam. Tehát Bartók zenéje nekem olyan volt, mint az anyatej. Tehát az, hogy zenei pályára megyek, az szinte teljesen adott volt. A Dekka stúdiójában készült Solti György vezényletével Bartók Béla Kékszakállú Hercegvára című operájának a felvétele. Kovács Kolossal énekeltem együtt ezt az operát, még nagyon fiatal voltam, 29 éves, amikor fölvettük, és akkor jött utána a csodálatos meglepetés, hogy a Magyar Televízió az Unitellel együtt egy filmet is készít belőle. A filmet pedig Szinetár Miklós rendezte, 41 év telt el azóta, hogy ezt elkészítettük, még mindig modern. Azt hiszem, hogy ez az a szerep, amiről minden énekesnő vagy minden nő álmodik. Mert annyira a nőnek a sokféle oldalát mutatja meg, annyira nem lehet beskatujázni Juditot. Én mindig is az a típusú énekesnő voltam, aki a színész énekes. Nem tudnám szétválasztani a színésznőt az énekesnőtől. És ez Bartók operájában annyira a legkisebb rezdülésig meg van írva zeneileg, és egy olyan misztériuma, hogy ez a két ember egymáshoz csiszolódik, és ahogy egy hatalmas csalódás, hogy egyik se azt kereste, amelyik a másik. Úgyhogy, mint színésznő is nagyon élveztem a feladatot, és hát egyáltalán, hogy ezt a zenét énekelni, az egy csoda. Huszonöt éves korom óta festem. Most ez a két kép, amit elhoztam, ez pont a pandémia alatt született. Mindig olyasmit festek, amit úgy érzem, hogy a lelkemnek segít. És pont arra volt szükségem, hogy valami védjen, valami légiesen körbefonjon, hogy ne félj, nem lesz itt semmi baj. Az egyik kép az olyan, mintha több alak így egymáshoz közel ülne, és úgy szinte összeszorulnak, hogy valamit védenek. És ez pont az az időszak, ugye, amikor az ember állandóan azt érezte, hogy lesz ennek valamikor vége. A másik az egy érdekes kép, mert én nagyon szeretek régi mestereket nézegetni. Ez egy Tiepolónak egy freskója, de hát én soha nem azt csinálom, hogy lemásolom, teljesen átalakítom, de a gondolatot próbálom megérteni. És ott egy olyan van, hogy fölül egy ilyen éteri figura, aki szinte csak úgy lebeg minden felett, alatta pedig egy nagy szárnyú, látszik, hogy valamivel viaskodik, jobb oldalon pedig egy kisgyerek, amelyik csak játszik. Tehát ez pont azt a folyamatot mutatta meg, ahogy hadakozni kell kvázi a rossz ellen, és ott van fönt egy figura, aki, hát átlebbenünk, ezen is nem lesz itt semmi baj. Amikor festek, valami olyan időtlenséget élek meg vele, és annyira megnyugtat, és közben úgy kalandozik a fejem. Sokszor azon kapom magam, hogy olyan zene, amit nagyon régen nem hallgattam, vagy nem énekeltem, akkor szól bennem. Most pont egy fejezetet kezdtem el, hogy definiálnám magam. Ezt tudnék, írok is. Én úgy érzem, hogy attól, hogy festek, attól jobban tudok énekelni. Ha énekelek, attól például sok mindent átgondolok, és azt le tudom írni. Tehát ezek mind kiegészítik egymást. Mindegyik dolog, amivel foglalkozom, az a szenvedélyem is. Az, hogy én kaptam ilyen képességeket, az mind ajándék. Az egy kivételes dolog, amit nagyon meg kell köszönni.